Schneider László 1980-tól a Dunajvárosi papír és Arateszakosztály sportolója, majd edzője. 1991-től a Hikari Dojo Harcművészeti Sport és Kulturális Egyesület sportolója, edzője, tulajdonosa. Sportolói tevékenysége során több országos versenyen öregbitette városunk hírnevét szép eredményeivel emberi, elhivatott, nevelői hozzáállása, sportolói érdemei, edzői tevékenysége alapján a gyermekek fejlődéséért, neveléséért végzett, elhivatott, több évtizeden át végzett szakmai munkájának elismeréseként vehette át a díjat. Az elismerést a közgyűlésen Pintér Tamás polgármester adta át. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki erre méltónak talált, illetve nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki hozzásegített, hogy ezt el tudtuk érni. Szerintem közös siker és nyilván a családomnak is természetes nagyon nagy szerepe van, hogy idáig el tudtunk jutni. Sportolói és edzői tevékenysége során a Japán Karate Szövetség haddanos mestere lett. Mesteri fokozata és edzői tevékenysége eredményeként a Magyar Karate Szövetség ügyvezetője, a Japán Karate Szövetség instruktora, versenybírója és vizsgáztatója lett. Edzői tevékenysége során tanítványai, diákolimpiai címeket, több mint száz alkalommal magyar bajnoki címet, valamint európai és világversenyeken is szép eredményeket értek el. Sportvezetői tevékenysége is kiemelkedő, hiszen neki köszönhetően Dunai Városban is rendeztek karate magyar bajnokságot, illetve gyermek-európa bajnokságot is. Töretlen erővel dolgozik. 67 leszek, és hát a karate az... Ö, ö, tehát ezt folyamatosan kell csinálni. Mi nem úgy vagyunk edzők a karatéban, nem úgy hogy fölveszek egy melegítőt, és akkor síppal a számba dirigálok. Nekünk ugyanúgy be kell állni, meg kell csinálni a gyakorlatokat. Nyilván az embernek kopik a fizikuma, de, de példaként tehát a karate szellem ezt megkívánja, hogy így viselkedjünk. Schneider László elmondása szerint természetesen dolgozik tovább, most már büszke Dunajváros ifjúságáért díjazottként. Gratulálunk neki.